nehogy, hogy a sorsod irányítson téged, hiszen te vagy saját magad sorsának kovácsa. Hogy van ez a mondás? Csinálj csoki szarvasokat! Mindenki csak egyszer mondom ezt, újra pónikról lesz pofázos podcast, újra partizunk póni, paták penge élén, mi pofázunk nektek a mikrofon végén, halljátok a szavunk már, megint itt vagyunk és újra leszünk, el nem veszünk, hát hallgass csak a dalom, úgy akarom, hogy a témákon együtt tevezzünk, na de kik is, most felsorolom az őszinte szavak embere, Retroton, oké mindenki csak erre, itt a Felkov mestere, Bence, Marcello csehójába csináljuk a csatornát, ez olyan hatás vadász. De nem csalás, már belőve a stream. Ajki! Indulhat az adás, mondta a Flanky. Nagyon nagy szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Ez itt újra a Pónikról pofázos podcast második évada. Én Bence vagyok, itt van velem Retroton. Mint mindig. Marcello. Jó napot kívánok. És a székely szamuráj, lakály, akit mostantól így hívok, Flanky. Szevasztok! Ma megint engem hagytál utoljára, főnök! Pedig én azt vártam, hogy engem hagyjon, de tényleg. Hogy annyira vicces, hogy mindig én szóltam be, hogy engem hagynak legutoljára, és most azt hagyok utoljára, akit akarok. Főnök, konkrétan mivel te vagy a host most már, ezért neked kell utoljára hagyni valakit. No shit, Sherlock! Deep, so Lakai, deep. Kérlek, hagyd el a házat. Te vagy a leggyengébb láncem. Az hadd szeretném előterjeszteni, hogy következőben hadd legyek én az utolsó. De most te miért? A főnök egyébként közülünk, és köszönöm, te vagy a leghíresebb. Te most így Marcello, aki időzítő már X évadnál a magyar feliratoknál. Most is késik a melóval. Te nem időzítettél semmit. Itt hanyagolunk. Aztán, e felett még szerkesztő is, aztán megvédő. Adjak egy strepsils. Zunk, nem tudom a szöveget hozzá. No? Legjobb póni. Legjobb póni. És még a rajongói Skype csoportnak is az adminja, meg még sarolhatnék pár dolgot, csak hirtelen nem tudok. Na, ami mind azóta... Sarolhatnál pár dolgot? Kezdjük el sarolni Marcellot. Ami mind azóta történt, hogy így... Létezik. Podcastelt, hogy ja. Így kb. Majdnem, hogy egy időben indultam én is. Ja, tényleg. Jó, majd belinkeljük. Ja, Marcellonak ingyen reklám. Doors 2. Amiben pontosan kettő animáció is bekerült. Na. Igen, tehát ugye a másfél, nem tudom hány perces? 15 perces videóban szerepel, van kemény 4 másodpercnyi screen time-om, hát azért. Hát 4 másodperce több, mint akárki más. Na, ebben a szobában. Aki nincs benne. Igen, na. Na, és akkor most jön az a rész, amikor kiröhögtük magunkat, és jött a magyarázkodás. Mert hogy fél éve nem volt adás, mint ahhoz gondolom az már többeknek feltűnt. Nem, kérem szépen, tegnap volt az utolsó adás, a YouTube késik, mi időben Bence, többet nem kapsz LSD-t, olyan tripped volt, fél évet utaztál az időbe. Igen, pontosan... Milyen LSD, az az alaphelyzet? Pont most néztük meg a YouTube-on, hogy az előző, tehát az előtti adás, az pont tegnap volt fél éves, azaz 6 hónapos. Igen. Most számoljátok vissza. Mármint a felvétel időpontjához számítom. Most az a baj, az lesz a ciki, hogy most mire ez felkerül, akkor ki tudják számolni, hogy mennyit tököltünk, míg ez felkerül. És így ez nem érdekel, számolját csak, mert elárulom, hogy este 8:30 van, és nem vagyok hajlandó 3:30 alatt, sőt még a felvétel idő, az hiányzik. Ez már megint mekkora időutazás, nem? Mert hogyha valaki ezt hallgatja, akkor azt én már megvágtam, és felvettük. De még nem töltöttem föl, meg még föl se vettem, de ők már hallgatják. Ez Inception már lassan. So deep! Ez nagyon... De ilyenben ne menjünk bele, mert itt vannak számítógépek, így a processzor, meg minden az így elfüstöl, nem tudják feldolgozni szegények. Nagyon vicces, hogy így fölhívtam a Tomit, hogy figyelj, nem is fölhívtam, tegnap beszéltem veled élőben, hogy figyelj, akkor ez a, hát nem tudom,
álljon olyan nagyon későn, meg nagyon korán, olyan normális időben délután, olyan 3-4 óra fele átjössz, fölveszünk, és akkor jóság van. 5 órakor megérkeztek. Lakályállandó. Este 8-ig kb. Mindent csináltunk. Igen. Föl nem vettünk, és akkor még fél óra, amíg összeszedtük magunkat a felvételhez konkrétan. A felvétel kényai főnökök. Na, de akkor most már tényleg beszéljünk valami arról, ami fontos, mert az most már kiderült, hogy fél éve nem csináltunk semmit. Na de miért nem? Kezdett te, mert jelentkeztél. Azt hittem, itt meg fog akadni a beszélgetés, bocsánat. Eddig tartott megépíteni a stúdiónkat, na hát most nem. Igen, fontos dolog, az biztosan észrevettétek, hogy így most nem az van, hogy így Tominak ilyen tök jó hangja, így lakály, meg így recsegatabbal, meg... Főleg, hogy tönkre ment neki. Főleg, hogy tönkre ment neki, marcsága, akármi, én meg a kb. Oké hangommal. Az egyetlen dolog, ami kitűnik, az, hogy nézem itt a felvételes sávot, amikor én beszélek, akkor kicsit jobban kileng a izé. Mert nagyon üvöltöző. A hangsáv, igen, nem tudom lejjebb venni, bocsánat. Fie, mondtam már, melyik... Csavard már el a potmétert ott a nyakán. Mondtam már, melyik az utcára, engedd ki a hangod, és utána gyere vissza, és akkor ilyen rekkes, hogy ez... Ettől közel Bencit kiáll az ablakba, és így üvölt befelé a nappaliban. No, de Bence igazából arra akart ezzel utalni, hogy viszonylag így most már jó lett a hangminőségünk, mert hát nem az van már, hogy ugyebár egyikünk bivajbasznádról, másik paradicsompusztáról veszi fel, hanem itt legit négyen egy asztalt körbeülve. A 25. kerületben. A 25. budapesti kerületben, természetesen már hol máshol lennénk. Kloppenburg kerület. Kloppenburg, igen, már megvan a neve is. Ott ülünk egy asztalnál laptopokkal körülbelül, nekem nincs, de biztos ne tudjátok meg. És hogy hívják? Nagyon menne a gyerek, és mindenki kipakolta a laptopját, elvette egy mobilt. Jó, az főnök. Én lakok a legmesszebb. Na, és hogy hívják? Itt van 5 percre a szomszédban. Ezt majd vár ki. Na. Ne tudja, félt, hogy legalább minket megtalálnak, téged már találnak. Igen. Na mindegy. Itt vagyunk, Budapest, 25. kerület, Kloppenburg egy asztal környékén, és végre úgy tudjuk felvenni, hogy nem az égtáj 4 különböző tájáról kell internetes kapcsolaton keresztül beszélgetnünk, egyenesen be az Origóba, ami az internet, hanem így egy helyen vagyunk. És ebben a legjobb az, hogy Skype-ot, hát meg TS-t is használtunk újabban, mindegyiknél van ugye egy kis késés, szóval hogyha jelezni akarsz valakinek, vagy mit tudom, hatásszüneted van, valaki beledumál, aztán te is megszólalsz, megint ez a 0,2 másodperces késés. Igen, főleg volt, akinek rosszabb internet volt, emlékszem, hogy amikor köves volt, ő neki majdnem másodperceket is tudott késni olykor az internete, és majdnem minden szót egyszerre kezdtünk mondani, csak nem ugyanazt, és így kedvesen elhallgattunk várni a másikra, hogy majd valamelyik mondja. Amúgy Tomi mondta, hogy ugyebár ez a hatásszünet már nincsen meg, hát mivel újra kezdtük a podcastet, ezért már nincs hatásszünet. Júj! Visszatért a hatásvadász. Júj! De 6 hónap hatás ebben, szünet után. Ebben az összeülésben nem is az a legjobb. 6 hónap hatás szünet! Alliteráció alé. Kedves Tamás, nem is az a legjobb ebben az egészben, hogy nincsen delay, hanem az, hogyha a lakály mond valami szar viccét, akkor csak átnyúlok az asztal túloldalára. Jó. Megtapizod kicsit. Azt hittem megdobálod. Nem, megsimogat, hogy jó fiú. Ja, így gyertéről az a... A kaki van nálad, most vágd oda. Igen, egyébként ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy most mi végre össze tudtunk ülni. Az is, hogy miért nem volt eddig fél évig? Igen. Fél évig. Fél évig is egy napig. Fél évig is egy napig, vagy ameddig fölkerül podcast, mert... Költözésben voltunk, érettségi volt, minden volt, tipikus kifogások, de az a lényeg, itt vagyunk, és akkor vagyunk. 6 hónapon keresztül költöztük, gyerekek, azért szerintem rekordokat döntögetünk most már itt. Nem azért ettől több van a dolog miatt, és én ezt így nem fogom elhallgatni, tehát akkor én ezt beszámolok erről is, hogy volt egy idő, összetűzés volt, majd arra is kitérünk mindjárt, összetűzés volt a csapatba, amiatt, hogy nekem volt egy nagyon specifikus vízióm arról, hogy hogyan kéne kinézni a podcastnek, és így
Ez körülbelül csak én akartam, de hát vagyunk itt négyen, tehát hogyha egy ember akarata akar érvényesülni, hát ez most nagyon politikai dolgot nem akarok csinálni, mielőtt megszólalsz. De... Már terveztem pedig. Szóval az a lényeg, hogy én csak az akaratomat nem akarom érvényesíteni, de ez volt a standard, és mindenki megutálta a podcastbe szereplést, és leginkább azért nem is volt, mert senki nem akart felvenni, és egy jó darabig úgy is volt, hogy az egészet egy utolsó adással lelőjük, de aztán most úgy döntöttünk, hogy mégse, ennek, tehát hogy emiatt lesz benne megint egy halom-halom változtatás, mint az utolsó 16 alkalommal, amikor ezt bejelentettük, hogy hatalmas nagy változások lesznek. Mint ahogy már azt felvázolták, ugye az az egyik, hogy egy helyben vagyunk, ez egy nagyon fontos... És ezen nem is nagyon szeretnénk változtatni, tehát máshogy... Igen, igazából találtuk egy nagyon jó lakást. Gyerekek, hogyha... Beköltöztünk, nem kérdeztük meg a főbérlőt, nem tudják, hogy itt vagyunk, ez már miénk. Tehát gyerekek, hogyha így hiányoltok egy-két részt, az azt jelenti, hogy nem tudtunk összeülni egy helyre, mert oké, internet, minden, de egyszer leültünk szépen a feneketlen tó mellé, és egy telefonnal próba podcastet így tök hülyeségből csináltuk, és ez a lenyomjuk, oké, és ez a basszus. Hát így kell, tehát ez így kell podcastelni, tehát hogy ez máshogy nem jön össze, és hát... Ezt majd töltsük fő valamikor. Csak is a... Április első. Hasd el magad. Csak is a podcast miatt ezért most mindannyian földeportáltunk Budapestre. Igen, amúgy nekem Győrbe lett volna sulim, meg minden, meg tök jó. Kaptam tök jó állásajánlatot az Ausztriában, meg minden, de csak miattatok. Tényleg. Ja, a Bencét például megkérték, hogy legyen a napnál fűtő, vagy medúzánál fodrász. De Ausztriában. Ja, vending munkásként. Na, de szóval még fontos változás, észrevettétek, négyen vagyunk, de egy fő még így is hiányzik. Jéger hiányzik pontosabban. Az történt, hogy ugye nála most történnek dolgok, amire nem igazán akarok kitérni. És a lényeg, hogy azt mondta, hogy neki ez nagyon sok lenne, hogy folyamatosan részt vegyen ebbe, ezért úgy volt, hogy inkább ezzel nem akar foglalkozni. Majd még lehet visszatér, kitűn, nem tudjuk. Egyelőre most ez az új négyesünk. Sajnos. Mondja ezt, aki... Mondja ezt az menjél, új. Ott az ajtó. Menjél ki. Saját lakát. Én is. Na, viszont a másik, amit lehet észrevettetek, meg már említettük is. Új rendszerezés, podcast második évad, és ugyebár ez az első rész. 47. de amúgy első rész. A 47. ami az első. Majd a számozás még... A szkriptóriumhoz. Majd a számozás még eldöntjük, hogy hogyan legyen, de szerintem valahogy jelezzük azt is, hogy összességében mennyi, de azt is, hogy második évad. Minek nem tudsz összeadni két számot, Bence, ez így nem nehéz. Ott hagytam a számológép, nem, bedobozoltam, itt van valahol. Ja igen, tehát így doboz hátán, és én is így dobozokon ülünk konkrétan, és egy dobozra ráraktuk a mikrofont, és doboz beszélünk. Az igen. Mert így kipakolásban vagyunk éppen, csak hát ez prioritást élvez a kipakolás felett. Egy dobozba laksz. Hát, egy doboz az életed. Na jó, országomat egy dobozért. Curücu téma. Na, de még arra ki akartam térni, hogy mint ahogy mondtam, nem fogunk annyira szigorúan ragaszkodni a pónis témákhoz ezek után. Szóval, hogyha valakinek valami eszébe jut, akkor arról beszélni fogunk. Ennyi. Viszont azért annyira nem akarunk eltávolodni az egésztől, szóval itt be akarunk magunkat mutatni, hogy mi történt, mert magyarázattal tartozunk mindenkinek, én úgy érzem, de... Lesznek még pónis témák, lesznek, ki fogjuk beszélni szerintem szépen, sorban a részeket is, csak behozni valónk van, igen sok behozni valónk van, legalábbis nekem, magam nevében beszélek. És láttam még új évadot. Csak mielőtt a nézők félreértik ezt, Tomi nem úgy érti, hogy mostantól így beszélünk mindenről, meg pónikról, hanem hogy az alaptémák az mindig valahogy valami pónis lesz, csak igen. Hogyha eltávolodunk, elkezdünk, itt tudom én, elbiciklizünk Erdélybe beszélgetés közben, akkor... Nem fogjuk visszarángatni magunkat, hanem akkor azt is ki kell beszélni, mert valami szinten kapcsolódik a témához, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy nem pun is, hanem az is megtárgyalásra kerül, tehát hogy nehogy úgy értsétek, hogy mostantól így témák lesznek, de mégse.
Lesznek témák. Lesznek. A másik változás ugyebár az adások sűrűsége terén fog bekövetkezni, mert amit emlékeztek régebb, ez az egyhetest próbáltuk kisebb-nagyobb késésekkel, maybe egy-egy kihagyással. Most igazából azt beszéltük meg, hogy a havi egyszeri témát preferáljuk jobban a többivel ellentétben, azért mert igazából, sőt szerintem havi egy élő lesz, nem? Na, hát ezt még... meglátjuk. Hát havi, mennyire van, várja, ha havi egyszer van, és havi egy élőt akarsz, az azt jelenti, ja, hogy mindegyik élő lesz. Igen. Jó, oh shit, ezt nem gondoltam át logikailag. No. Milyen akkor úgy gondoltad, hogy két hetente egy vágott, meg egy élő? Nem. Azért. Hát szerintem... havi egy, és akkor cirka nem tudom, minden harmadik, vagy valami ilyesmi negyedik. Hát periódikusan lesz élő, meg van, amikor nem lesz. Tehát, majd ahogy éppen kedvünk lesz, hozzá szerintem meglátjuk. Amúgy úgy is az lesz a végkimenet, hogy ahogyan lesz időnk, mert ugye az élő az megint egy más, tehát ott is ugyanúgy le kell ülni, de ott ugye az egy kicsit más környezet. Hát én úgy mondanám, hogy mentálisan stílus. Jobban megterheli az embert, mert ott mindenre figyelni kell, mert például nekem ilyenkor mindig az volt a probléma, hogy nem tudtunk mi egymás között így élőben jelezni, hogy te most nézed azt, te most nézed amazt, mert így, tehát hogyha egymásra rá akartunk írni, és még beszélni is, mert az mindig problémás, szóval, hogy ez a egy valaki monitorozzon mindent, és még menjen a stream is, és még erre, meg arra, meg amarra is figyeljen, hát az nem könnyű. Emlékszem, volt olyan podcast, hogy az is élő podcast volt, és úgy történt, hogy benne voltam, hogy írt azt, hogy valami nagyon ilyen beleszólásom volt, de nem akartam beleszólni. Úgyhogy írtam Tominak Skype-on, írtam Bencének Skype-on, és így hát nem kaptam rá választ, úgyhogy az így elmaradt. Igen. Mert hát ugye nyilván akkor meg Skype-on, meg minden hangforrást, ami a gépből jön ki is, letintom, ja, hogy véletlenül is csipogjon bele, és így Jézus, annyi mindenfele figyelek, hogy Skype-ot már nem láttam, hogy sárga. Meg egyébként kicsit még, hogy magyarázzam magunkat, ez a havi egy adás, ez nem... Bocsánat. Nem azt jelenti, hogy mi most egy hónapon keresztül mocskosú lusta disznók vagyunk. Hanem önöreklám következik. Hanem önöreklám következik, bár nem mint hogyha fél éven keresztül... Nem, csináltunk mi dolgokat. Hanem azt, hogy más dolgokra is egy kicsit időt akarunk szakítani, mert más dolgokat is terveztünk csinálni. Amiket még egyelőre nem. Amiket még egyelőre, de lesznek dolgok. Igen, amiket nem lövünk le, de lesz ez, meg az, meg az. Zseniális, tehát Bencének mindig irigyeltem ezt a képességét, amit most is nagyon szépen bemutatott itt mindenki előtt, hogy tud beszélni, meggyőzően tud beszélni, nagyon bele tudja magát élni abba, amit mond, de igazából a gyerek nem beszél semmiről. Mond valamit, de nem mond valamit. Tudod, valamiképpen érdemes abba belegondolni, hogyha mi most itt összejöttünk négyen egy asztalon, ami azt mondja, négyen vagyunk, már persze az asztalnak is négy lába van, de a lónak adek négy lába van, mégis megboklik, de négy éven keresztül, ez a négyes szem, ez egy olyan lényeges motivum ebben a világban, hogyha belegondoltok, ami persze kerek, de hát vannak még más bolygók, de ne dobálsz. Igazából szerintem most már hivatalosan is egyetemes tényé avanzsálhatjuk azt az axiómát, hogy Bence. Gyönyörű. Nem értek egyet, kedves barátom. Hát én azt leszorom, kurva. Emberek, a lónak négy lába van, mégsem hamupatácska. Lépjünk. Lezártam. Na hát, hogy valaki azt írta fel ebbe a izébe, így nézem közben Tomi monitorján, de én nem bánod, hogy így beinvédelem közben a személyes teredet, hogy nézegetem. De én mondtam neked, hogy írt föl te is, mint ahogy én tettem. Én felírtam dolgokat, de azok csak nekem lényegesek, meg mindenkinek lényeges, az ott van. Sörény és bundaszín, póni, genetika, igen. Szóval Marcello, mi is volt ez a téma? Nem arról volt szó, hogy te tudsz biológia? Na, tehát, hogy ezt a téma... Én majdnem magyarázatot adom, ő vezeti fel. Na, igen, ez a téma, ez olyasmiről szólt, hogy mi határoz, tehát, hogy Equestriában mindenféle szőrű színű pónik élnek, ugye, meg háromféle faj, ha
ha jól tudom. Már nem vagyok benne biztos, hogy Zoli Kordist annak kell levenni, mert ugye, mint azt megtudtuk hogy a hatodik évad során, hogy hát csak akkor válhat valaki Alicord, tehát Alicord is nem születik, akkor válhat valaki Alicord is se, hogyha elér valamit. Hatodik évad első rész, meg második. Ez konkrétan Celestia mondja. Hát Credence-nek meg a Shining Armor-nak nem izé volt? Alicord is volt a gyereke? Hát azért pont ez a lényeg, hát igen, és pont igen. Ez a lényeg, mondta Celestia, hogy meglepődött rajta, mert ilyen még nem történt. Ó! Na. Kicsit se feltűnő, hogy nem láttam a hatodik évadot. Á, nem. Na, és hát ugye, hogy mi ezekre a magyarázat, hogy hogy történnek dolgok, hogy... Tehát, hogy miért van az, hogy egy X... mindig részt akarok mondani. Egy X fajú, vagy fajtájú... egyednek, meg egy másik fajta egyednek mi alapján lesz az utóda, ugye annak a fajtája. Továbbá, ami még érdekesebb, az a szemszőr, hát a szem annyira nem, de a szőr és a sörény színek, amik, hogy hogyan keverednek, és főleg ugye a Rainbow Dash, akinek így minden benne van, de például az Alma családban, amiben pedig megfigyelhetjük, hogy hát ott meg pont az ellentétje, hogy ugye Granny Smithnek zöld a szőre, Big Macnek rikító piros, Applejack narancsárga. Tehát, hogy ott is Apple minden Blue elő... meg bézs. Apple Blue meg sárga, és itt minden szín előfordul. Apple színek. Ott az Apple családba. Na, de igazából Marcello most arra próbált utalni ilyen nagyon sűrű adogások közepette, és keresve a fővonalat, nem hogy például... Nem számítottam rá, hogy megkapom, hogy így... És volt ez a téma? Hogy így példának okáért vegyük a kék családot, ahol ugyebár két földi pónia szülő, az egyik gyerek egy unicorn. Mi volt ilyen vicces? Kék család. Kék család. Hát de most az egyik az nem kék. Oké, okay, szamurai család. Azok a sütiék, jó? Kék név előtt kérni. Der. Na, hogy az egyik, tehát ugyebár a szülők azok földpónik, az egyik gyermek az egy pegazus, a másik pedig egy unicorn. Unicorn. Mm-hmm. És hogy ez mégis hogy lehet, hogy az ősöknek most egyiknek ez volt, másiknak az így, hogy adódik össze, és a többi. Hát a szülők azt mondtak rá valamilyen magyarázat, hogy az unokaöccsének, a bátyjának, a nővérének, a szobatársának, a kutyája, az valami már, tehát így... Az délbe született. Valami nagyon elfuserált. Magyarázat volt rá, de nem olyan... Marcello, hogyha ilyen távoli rokonnak a kutyája volt pegazus, akkor... Durva buli lehetett. Kutyazus volt. De egyébként arról is eszembe jutott valami, mert ugye volt arról szó, hogy így az Apple családban minden szín van. Rainbow Dash meg minden szín, úgyhogy Rainbow Dash fatály is felszántott minden almaföldet, az biztos. Vagy őt szántották fel az almaföldet. De nem, mert Rainbow Dash fatálja is messzivárványos. Igen. Ez nagy fatériát most. Szűrte a levet rendesen akkor. Az alma a levet? Szűretlen almali. Ezen a székelyek hallod. Hát nem tudom, miről beszélsz, hallod, de nem vagyok én annyira székői. Tessék, így előtt literes kannából. Hát tulajdonképpen szerintem nem sokban különbözik az egész, tehát semmiben nem különbözhet az egész. Az emberek, attól a genetikától, attól az öröklődéstől, ami az embereknél is van. Mert mit tudom én például az, hogy egyik gyerekük unikorn és másik meg pegazus, és ők meg egyik sem, mind a kettő izé földi izé, az most egy teljesen olyan, mint hogyha most mit tudom én, lakálynak születik egy kínai gyereke, ami nem valószínű, hogy elő fog fordulni. Én szeretem a kínai kaját, de annyit nem ettem még. Bocsánat, elfejtettem némit. És itt van, ki van téve a lenémított telefonja az asztalra, és elővesz még egy telefont a zsebéből. Munkás telefon, főnök. Na jó. Az dolgozik helyetted? Nem, az zaglettel. Na igen. Az a jönnézés. Ha jól értem, te most arra akartál célozni, hogy az emberi genetikában is az van, ugye ezt gyakran mondják, hogy az ember sokkal jobban hasonlít a nagyszüleire, nem? És ez például ugye a kék családnál is pontosan ez fordult elő, hogy ugye az egyikük volt pegazus, igen, hogy az egyik gyerek pegazus lett, ha jól emlékszem. Ja igen, az egyik pegazus, a másik unikorn is. Viszont a színeik ugyanolyanok, hasonló színezésűek. És akkor ott is az volt a magyarázat, hogy mert ugye a nagyszülőknél volt ilyesmi.
Emlékszem, hogy nagyon sokáig, tehát nagyon elfuserált, tehát hogy nagyon hosszú ágat vezetett vissza a kékba, hogy Mérjem volt, a, tehát hogy Méri így született. De viszont az érdekes, mert hogyha például egy Pegazusnak és egy unikornisnak születik egy gyereke, az nem lesz a likornis. De ha egy fekete színű egyénnek és egy távol keletinek születik egy gyereke, akkor az mégis nem az, hogy vagy egyik lesz, vagy másik, hanem ott például keveredik a bőrszín. Kávis. Hát a, mit tudom én, a lovaknak a genetikájához, a lovaknak a... nem értek a lovakhoz. Ők se értenek hozzám. Igen, viszont az emberi genetika az... az igazából mindenféle genetika az nagyon hasonló, például a bőrszínnek a, az öröklődése. Vannak ilyen dolgok, amik, amik egyszerű módon öröklődnek, vannak olyan dolgok, amik sokkal bonyolultabb. Például a szemed színe, meg a bőröd színe, azok olyan, olyan dolgok, amik nem csak... mert a legegyszerűbb öröklődési forma, mondjuk egy, mit tudom én, vörös haj, vagy akár milyen színű haj. Emlékszem, egyik... ezeken a biológia órákon tudtam a legjobbakat aludni. De azért mondjad most már. Hozzak egy párnát esetleg. Ja, folytasd már. Szóval ezek egyszerű öröklődési. Amikor van egy, hát a génekben, amikor van egy domináns és egy regresszív? Recesszív. Recesszív, igen. Recesszív allél, allél, ami mondjuk a szemed színét határozza meg, lakáljál, kelj már fel. Én figyelek fölnök. De mondjad már. Szóval, hogy szemed színét határozza meg, vagy akármit, amik ilyen színeket határoznak meg, azok általában ilyen egyszerűbbek. És ezért is lett például az, hogy ott a alma családban ennyire kusza az egész, mert egyik, azt hiszem egyik, tehát olyan példával tudnám ezt így legjobban átadni, ezt a zöldborsós dolgot toltok még példának, ami jó erre, hogy van egy borsó, aminek a héja zöld és mit tudom én, sima, van egy, aminek ilyen volt fehér és ráncos. És akkor, hogyha azt az egyik tulajdonság a domináns. És egyik tulajdonság a domináns. És akkor, ahogy keresztezed őket, a következő generációkban egyre jobban elkezdenek keveredni, és előjönnek a korábbi tulajdonságok. Szóval mit tudom én, hogyha mondjuk neked van egy neked barna a szemed, de mondjuk és a barna a domináns benned, a génjeidbe, de mondjuk van elnyomott egy recesszív kék szem géned, akkor... És összeszűröd a levet egy kék szemű csajjal, akkor kék szemű lesz a gyerek. Nem. Feltétlenül. Nem feltétlenül, mert hogyha átadod azt a domináns gént, hogyha azt átadod, akkor valószínűleg akkor a domináns fog, és hát nem valószínűleg, hanem 100%-ig a domináns lesz az, ami a külsőleg látszani fog. Viszont így pár generációval később, hogyha mondjuk a izébe, nem tudom, a dédunokádnak, vagy mit tudom én kinek a szeme, lehet kék. Mert mondjuk neked egyik nagyszülődi az volt, mert elő tudnak jönni ezek az elnyomott tulajdonságok, hogyha úgy kerülnek véletlenül össze, hogy két recesszív kerül össze. Akkor ugye ott elő tud jönni, mert ott nincs a domináns, ami elnyomná. De például egy bőrszínnél ott a színek árnyalatok azok keveredhetnek. És például ezért is lehet az, hogy a Rainbow Dashnek a nagyapja az összeszűrte mindenkivel. Lehet. Amúgy szép szivárvány színű sörények, bár az nem árnyalatos, hogy keveredett valami. De például ezért mondom, hogy lehet az is, hogy tényleg nem egy hülyeség az, hogy a kékéknek a gyerekeik egyik kezdet, másik kezdet, lehet, hogy a korábbi baz volt. Bár itt meg viszont a különböző fajok is, szóval itt megmentem megint érdekes a dolog. Hát inkább ezt úgy tett, hogy ez fajok. Most, hogy valaki unikornis vagy pegazus, tehát hogy ez inkább amúgy jobban arra hasonlít, amit mondtál, hogy most vannak a domináns meg a recesszív allélok. Amúgy ezt ugye említettem, hogy ugye ezeken az órákon tudtam a legjobbakat aludni, de hát ez azért volt, mert ez egy annyira matekos, tehát hogy olyan szépen levezetted, jó hosszan, de ez egy annyira matekos téma, hogy ezt így első órán így kimentem a táblához felelni, hogy akkor ezt most így semmit nem tanultam, bioszosról az életben nem tanultam, egy betűt nem. És akkor ez a tanár így jó fej volt, hogy olyan napja volt, hogy jó fej volt, és akkor így segített, és ez a
ja, hogy ez így ezzel, ó, hát jó, hát és utána mondantól végig aludtam az összes bioszórát, mert ez egy annyira egyszerű anyag volt, amit az osztályban még így néhány emberrel így évekig próbáltak megtanítani, mert lehet, hogy ők is inkább csak nem érdekelte őket a biosz, nem tudom. Amúgy arra akartam vissza akartam vágni erre az egész keveredés, meg recesszív, meg stb. Témára, hogy ugye például, ha megnézed Relitéjék családját, ott mindenki fehér, mindenki unikornis, ha jól tudom, unikornisok. Igen. Igen. Ők tiszta vérűek. mindenki fehér, mindenki unikornis, és hát az sörényükben nem vagyok biztos, hogy lila-e, meg abban se, hogy nem festik. De hasonló. De hasonló, igen. Tehát akkor ő náluk, most mondanám azt, hogy a fehér a domináns, de ugye ez meg megint a keveredős téma volt, de az unikornis, akkor ott egyértelműen ott a domináns allél az unikornis, mert mindkettő unikornis. És azt hiszem, hogy azt tanultuk, hogy ott nem tud akkor összejönni, hogyha két domináns volna nem tud összejönni, a harmadik, a recesszívek nem lesznek jók. Hát, valahogy így jön ez össze, de azt hiszem, hogy itt is csak ilyen esélyek vannak, hogy ekkora eséllyel lesz, vagy akkorával. De attól függetlenül vannak benne pici eltérések, például ugye, hát ha megnézed, Rarity-nek a bundája is az a, hogyha RGB kódokat nézel, az inkább egy ilyen szürkésebb valami lesz, ha megnézed, egy olyan kékes, nagyon halvány szürke, de például, hogyha RGB kódját megnézed Sweetie-be bundáják, ugye ezt nemrég néztük meg, hogy az inkább olyan zöldes valami akar lenni, inkább az is a szürkére hajaz, de hogy azért van különbség, tehát nem mindegyikre azt mondod, hogy fehér, és akkor ez a full RGB. Hát igazából van egy ilyen range, hogy tehát egy ilyen tartomány, amiben így ránézel, és azt mondod, hogy ez is fehér, ez is fehér, mert az ilyen apró eltéréseket nem nézik. Bár ez miatt látszik, hogy szándékosan tették bele azt a, hogy ne legyen teljesen egyforma. De várjál, mert hogyha ugye ők már ilyen, ez a koszos fehérek, akkor azt jelenti, hogy nekik a családban volt valami kis maszatolódás, ez hogy mondjam szépen? Maszatolódás. Hát tudod, hogy nem teljesen 100%-osan tiszta a vérük, mert például szerintem Celestia az abszolút fehér, nem? Hát én nem tudom, én most csak így Citybelnek néztem meg a kódját, és így, hát én inkább azt mondanám, hogy egy nagyon-nagyon rossz szürke, de hogy, tehát én nem tudtam erre rámondani, hogy zöld, mert azt hiszem, hogy úgy volt, hogy 242, 240 és 241, tehát a zöld volt pont a legalacsonyabb érték benne, de lehet, hogy a kép, amit én néztem, az nem volt. A showból egy részt kellett volna megnéznem, mert amúgy csak az interneten összeszedtem gyorsan egy képet, meg tudjam nézni. De egyébként beszélünk itt RGB kódokból, pár számbeli eltérésekről, szerintem ez már nagyon csak szőrszálhasogatás. Nem azt mondom, tényleg jó téma, érdekes volna beszélni, hogy ilyenek vannak, ez jó izék. Tehát például mert a pori szexbe nem akartam belemenni. És ez azért nem lesz kivágva. Azért mondom, hogy ez jó, már csak szőrszálhasogatás, mert a jeges medve se fehér. Ha nem jeges, de... A jeges, nem tudom, minnek láttam. Hószíne van. Nem. Havas medve. Nem, a jeges medvének a szőrszál, azok full átlátszóak. Akkor a bőre fehér. Fekete. Egyébként tényleg. Nigger medve! De amúgy erről meg az jutott eszembe, erről a nem teljesen fehér, nem. Hát az embernél, és az embernek bőre van, nem szőre. Ott van, hogy például valaki le tud barnulni, abban semmi genetika nincsen, csak kiment a napra. Tehát, hogy hát most nem mondom, hogy a szőrük le tud barnulni, de olyan behatások érhetik, más külső behatások, amik nem feltétlen genetikaiak, de befolyásolják a szemét. Marcello most arra utal ilyenkor, is... hogy a jeges medve leveszi néha a bundáját, azt elmegy niggerre fizénapozni. Igen. De egyébként a szőr is naphatására, mert nekem is nyáron kicsit fakó. Talán rajtam, talán rajtam annyira nem látszik, de Vikinek is olyan, hogy nyáron szinte teljesen szőke, télen meg kicsit inkább barnás. Szóval a nap kiszívja, szóval a póniknál is lehet ez, hogy kiül egy kicsit napra, csak hogy nem barnább lesz, hanem épp úgy fakóbb. Két éve nyáron végig dolgoztam az egész nyaramat, és végig napon voltam, tehát ilyen napi több mint 10 órát napon voltam. Hú. És nem mertél visszamenni ilyen végül. Te voltál részbőrű. És ad egy, hogy nagyon részbőrű voltam. Át kettő, hogy elkezdett ilyen kicsikét, az még az előtti nyár volt. Ja. Elkezdett konkrétan kiszűkülni a hajam. Igen. Tehát már félig szőke, félig barna volt. Még tudod, mi jutott eszembe? Mert hogy nyáron
az állatok vedlenek. Még nem láttuk, hogy a pónik így elkezdenének vedleni. Az állatok vedlenek. A titokba csinálják. Nyáron az állatok vedlenek, én meg vedelek. Azok, de azok azért vedlenek, mert a téli bundájukat, mert ugye télen vastagabb szőrüket nevesznek. Hát nem tudom, én semmi utalást nem találtam arra, hogy így random télen vastagabb bundát neveztettek volna. Vagy hogy a lovak egyáltalán csinálják. Nem, szerintem azért, mert... Egy nap alatt folyik le az egész, gondolnak egyet és lecserélik a bundájukat. Aztán a boldogságukba éneklik, hogy winter wrap up, winter wrap up. Nem, hát láttuk a winter wrap up, winter wrap up-os epizódban is például, hogy volott mielőtt kiment, szépen sálat, sapkát, minden lószart fővet magára. Lószart. Az pont otthon hagyta. Úgyhogy ezért ezek ilyen... Mondja Tomi. De most akkor képzeld el a szituációt, hogy ha vedlenek. Tehát most ez a tegyük föl, hogy ha vedlenek, mert most úgy néz ki, hogy az emberekhez hasonló a ruhát öltenek, aztán slusz passz. De hogy ha vedlenek, akkor így a vedlés, mit tudom én, egy hét alatt lefolyik, vagy valami itt tavaszra átmenőleg, és így egy hétig vedlenek, Rarity, az így a világból kimenekül, magára zár minden ajtót 6-szor, és így egész nap keféli saját magát, hogy még vedlenül se lássák meg ebben a szégyentelen állapotában. Mit csinál egész nap? Fésülködik. A lovakat kefélni szokás. Gyorsan utána, tudom, amikor dolgoztunk kint a tanyán, akkor nekünk is volt egy kefés, így dörzsülni kellett vele az oldalát, meg a hátát, de amúgy mi a neve? Most utána néztem a gyorsan gyakori kérdések.hu-n, hogy vedlik-e a ló, és és hát úgy tűnik, hogy valamilyen történik náluk is. Már azt hittem kabátot vesznek. A gyakori kérdések nagyon megbízható oldal. De amúgy, tehát hogy mondjam, nagyon sok, tehát hogy az, hogy most a lovakhoz hasonlítjuk őket, tehát ez egy teljesen más növény a póni, mint a ló. Tehát, hogy szerintem őknek is úgy működik, hogy inkább ez a ruhát vesznek. Más a forráskodjuk. Nincs sem, hogy szórakozzanak a vedléssel, szőrükkel. De apropó, ja mondjad, akár nem szándékosan. Vagy most amikor képzeled, hogy ilyen a tél, Smith-nagyi nem akarja, hogy a kisunokái megfázanak, elkezdik kötögetni nekik a pulóvereket, és akkor valaki rányít, te lókötő. Na, azt hittem, oda akarsz kiukadni, hogy a saját vedlet szőréből. Én is pont erre gondoltam, hogy Granny Smith a saját levedlet szőréből ruhát kötöget, úristen, mi a jó franc. De erről nekem meg az jut eszembe, hogy ruhát vesznek, hogy mi a véleményed arról, amikor macskára, kutyára egy melegítőt adnak meg, mit tudom én? Kicsit kínozzák őket. Fakadok rajtuk. De most vannak ezek a szőretlen, rancos patkányok. Kínai kopasz kutya. Patkány. Alliteráció allé. Patkány. De vannak ezek, és akkor a tél közepén, tehát ez így nem szereti a hideget, a tél közepén fölöltöztetik úgy, mint 4 éves kölyköt, meg se tudja mozdulni, mint Louis életében, tudod, aztán kiviszik a hóba sétáltatni. Ez miért jó és kinek? Hát én csak ugyanazt tudom mondani, hogy ez ugyanaz, mint amikor mindenkor látod, hogy a nőnek, aki retiküljéből kukucskál ki a palota pincsi. Nem tudom, az... Az mondjuk az már... Az tisztán izé. Az ne, az... Fluttershy elkugi egy. Nem, ezek egyébként teljesen életképtelen. De az más. Életképtelen állatok, mert... Hát a kutyát azt ugye tudjátok, hogy a farkasból háziasították, aztán mindenféle korcsosod, meg azért keverték a gén, minden szart. És ezek a palotapincsi, meg ilyenek, ez teljesen életképtelen. Ugye ezt kirakod az erdőbe, ez megdöglik. Ez tényleg csak az élet kitenyésztve, hogy ez benn van a lakásban. Hashtag cuki. De nem tud semmit kezdeni magával. Még ezt szerintem ez úgy keletkezett, hogy ugye születnek a vadonban élő állatoknál is olyanok, hogy életképtelen. Tehát, hogy aki így megszületik, így és meghalt. Ez a természetes kiválasztódás. A Talgetoszra való, mondd ki. Természetes kiválasztódás. És ugye hát a természet rendje szerint ezeknek meg kell halniuk. De az ember az odament, és jaj, nézett már kicsit, és így nem halt meg. Tehát, hogy így ez történt szerintem a palotapincsi keletkezése történt kapcsán. Képzeld el, hogy az erdőben megszületik a palotapincsi egy farkas alomban. Farkas meg kiviszi a Talgetoszhoz lerugdott.
This is Tagetos! Yeah. Nem tudod, csak 300-an voltak. A 300 kiválasztott farkas. Igen? Gondold át, mit mondtál. Most akkor mit mondjuk? Farkkatlan? Ennyi volt már a podcast, köszönjük szépen! Szóval, a következő témán pedig különböző lehetséges varázslatok, még ekközjelben ugye. Vannak különböző mindenféle headcanonok, hogy milyen varázslatok működnek ott, ugye azt már tudjuk, hogy mindenkiben van valamiféle, de hogy milyenek lehetnének még. Például ott van az egyik, szerintem az egy elég érdekes, hogy a vudu, hogy hogyan létezhet. Ugye, aki nem ismeri, hogy mi a vudu, az általában az, hogy szerintem vért, bábokat használnak, abban teljesen biztos vagyok. Valami az emberhez tartozó. Igen. Nagyon sokszor összepárosítani a dolgot, tekerik ha jól tudom. Hajszál, vér, például... Sperma. Na jó, az már talán kicsit drasztikus, de például én így vérmágiaként is ismerem a vudut, hogy általában azt szokták, ugye, hogy van ez a báb, ugye az, ahhoz hozzácsatolják a annak tulajdonostól a valamilyen hozzátartozó részét, vagy tulajdonát, és akkor, hogy amit megcsinálnak a bábbal, az történik a tulajjal is, és az hát azért az egy elég ijesztő dolog, például én egy ilyen zekóra stílusú valakiből ezt így abszolút ki tudnám nézni, bár ő ilyet soha nem csinál, de eleinte például ezzel vádolták, hogy ő abszolút vuduzik, nem? Igen. Mert a ugye, lakhelyén is ilyen totemoszlopok voltak, mindenféle maszkok, törzsi erekjék, és így mindenki megvádolt, hogy te jó Isten, ez vuduzik, kiszívja a lelkedet. Aztán meg elmesélt, hogy this in my home says hello, this one is good day, vagy hogy mondta? És ezek az ilyen morgó sátán fejek, meg mindenek is az a hello. Hello! Hoodoo! Mondjuk az vicces, szerintem a legtöbb varázslat, tehát minden varázslat, ami nem az alap equestriai varázslat, az mind a Zekorához lesz kapcsolva szerintem. Tehát ezt így előre megmondom. Hát nem mindenféleképpen, nem meg amúgy fanfic íróknak így figyelembe lehet ajánlani a különböző varázsfajtákat. Sőt, szerintem onnan is majd egy-kettővel lehet példálózni. Hmm. Mert nagyon az alapvető unikornis varázslaton kívül nem ismertünk meg a sorozatban mást. Igen. Egyébként érdekes, hogy attól függetlenül, hogy megnézzetek, hogy még itt is mennyire ezek a előítéletek megvannak, hogy ez egy olyan világ, ahol a varázslat az ilyen tök hétköznapi dolog, és mégis, hogyha valaki kicsit ilyen kuruzslószerű, már másfajta varázslatra is dolog. Igen, értem, hogy másfajta varázslatot meglátnak, akkor már teljesen mindenki ki van akadva, hogy ez meg micsoda. Tehát ez a, hát egyébként az emberi természetre hasonlít, mert ugye az ismeretlentől mindig félünk. Mit akartál? Meg az, hogy szerintem annyira viszont nem lepődnek meg, hogyha valami ismeretlen dolgot látunk, mert please, Equestriában vagyunk, ahol random bugbearek csak úgy epkednek, tehát hogy így, meg ilyen dolgok vannak. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy annyira meglepődnének egy ismeretet, egy ilyen nagyon ismeretlen dolgom, hogyha az nem olyan világrengető, hogy úristen, mindenhonnan fekete gyökerek nőnek ki. Mert csak... Igen. Meg percenként váltakozik a nap és a hold. Ja. Nem tudom, miről beszélsz, tök normális. Nézd, nappal lett. Látod? Nap. Úristen, mikor ment le a nap? Mikor kezdtük ezt? Látod, ott éjszaka, de jó, itt nappali. Mi? Jó, van nappalink. Látod, kinézel az ablakon, ott éjszaka, de itt nappali. Nem, a stúdióban a nappaliban. Ja, a stúdión belül van egy nappalink. Olyan menő lakásunkban még nappalink is van. Ja, viszont még így a varázslatok terén, hogy ugyebár akkor vudu az úgy távolsági mágia igazából, és hát leginkább ártó és kártékony. Tehát így vuduval igazából nagyon építő jellegű dolgot én nem tudok elképzelni. Én sem, szerintem nem is lehet. Pedig menő lenne egy ilyen póni vudu baba. Úristen, hát ezek a püssök, meg a minden szutyok. Nem hallod, így lószörrel keveren, akkor izé. Nem ártó vudu. Csinálsz, mit tudom én, valaki nagyon stresszes izé előtt áll, mit tudom én, mondjuk állásinterjú, ahogy Tominak nemrég, mondjuk érettségi, mint nekünk nemrég történtek ilyen dolgok, és valakiről csinálsz egy vudubabát, hajszál minden beszerzed, és akkor
fölépítesz ki kartonpapírba egy kis tantermet, érettségi bizottsága mindenne, és ki Voodoo babával eljátszod, hogy ő szépen bemegy, lefelé ötösre minden, és akkor testek meg. Én Voodoo babával játszanám. Elég fura mellenne, mert a Voodoo babát fognák, és így a lépést nem tervezed meg, csak így ugráltatod, és így te is így... Így ugrálsz össze-vissza. Én a Voodoo babával... Ez lenne menő, hogyha a vizsgáztató tanárról is lenne Voodoo babád, és akkor így... Csak így bekonyolítod az ötöst. Nem, a Voodoo babával én azt játszanám, hogy bemegy a diák, és így jó felpofozza a vizsgabizottságot, mert miért ne? Mert az úgy vicces. Na, viszont visszatérve a különböző varázslatokra, ami nekem nagyon még a hetkenenöm, az a Runa Magic. Ami igazából én kicsikét ilyen fura módon alkalmazom, nem a hivatalos verziójába, tehát ez már ilyen általam generált hülyeség, hogy úgymond magába az éteri energiából veszi ki. Tehát, mint hogyha lenne egy velünk párhuzamos másik dimenzió, ami itt van, csak nem tudjuk érzékelni, az maga a mágia síkja, és onnan a... saját kis rúnájával erőt hoz át ebbe a világba, és azt tartja úgymond meg, és az hozza létre a varázslatot. Ez így az én hetkenenem a MLP-s rúnamágiával kapcsolatban. Hát az, hogy mondod, hogy hivatalos, miért van ezekről amúgy egyébként hivatalos? Mert a varázslat annak az, ilyen meghatározások. Mert a varázslat az mindig is olyan, tehát hogy én annyira nem vagyok ebbe a témába benne, de ez nekem mindig is ez a megfoghatatlan dolog volt, hogy varázslat. Tehát ez a, vannak róla ilyen dolgok, meg ilyen leírások, de nem egy egységes tudomány, mint mondjuk azt mondom, hogy matematika vagy fizika. Tehát hogy az ilyen off, tehát hogy így... Hát mint nem, maga misztika. És nem tudom, hogy létezik-e róla amúgy egy egységes meghatározás. De egyébként a te elképzelésedre erről a rúnamágiával kapcsolatban nekem az a gondolat ütötte fel bennem a fejét, hogy akkor így alapból is hozzáférhető egy kicsit ez a dolog, mert mit tudom én, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy rúnával nyis idézőjelbe egy kaput abban a mágia síkra, hogy onnan a erőt a varázs nagyobb... Nem nyit kaput, hanem csak átüti. Hát csak, hogy áthozza a energiát a nagyobb erői varázslatokhoz. Hogy ahhoz, hogy azt a kis üzét löketet megadta ezének a varázslat... Saját erőből, tehát aki szóval alkalmazattól lopja ki. Szóval akkor van egy gyenge varázslat alapból, be abba, aki alkalmazza, csak az nem elég ilyen nagyobb izékhez, ezért erről a síkról ezt a kis energiát csak arra használja, hogy több energiát áthozzon arra a síkról, sok energia van. Ez a saját viszont... energiáját csak arra használja, hogy ő megcsinálta a rúnát, tudja, hogy az mire kell, saját energiával áttöri a kaput, amiben ugyebár a kör még hozzásegít, és onnantól meg bentről táplálja. Amúgy ez nem, a, nem az interdimensional magic, tehát a hát ez már interdimensionális ilyen, ez nagyon keverék már. Mert az pedig, tehát az interdimensional magic az a... Tehát amit én találtam, egy nagyon pársoros írás, az meg pont az, hogy egy másik dimenzióból húzod át a magicet. Mondom, úgy is kezdtem az egészet, hogy ez amúgy csak az én fejágyum írja, és én szoktam használni ezt ilyenekre. Jó. Az meg a Full Metal Alchemist-nak a eredeti sorozata. Ott is az volt, nem, hogy a mi világunkból. Hát hasonlóképpen, hát csak ott is onnan átszedték az energiát a mi világunkból. Mondjuk a filmet azt nem láttam, ami megmagyarázza az egészet, ott mi volt? Hasonlóképp nem menjünk bele, mert az ennél 10-szer bonyolultabb. Megfelelően akár is magyarázhatnám, mert én még nem láttam. Lakály? Na, az túl bonyolult, én ebben nem akarok be... Nem, mert tényleg most nekiállok, legalább fél óráig mondanám. Na jó, akkor azt hagyjuk. Szóval akkor a Rune Magic az olyan, hogy azt mondtad egyáltalán, hogy runákat használ ehhez az egészhez? Hát igen, hát maga mint az runa, alkimista kör hasonlóak. Mondjuk ez is egy furcsaság, mert amikor ezt elkezdtük felírni a jegyzetbe, és én leírtam, hogy runa mágia, te egyből mondtad, hogy jaj, hát mert az alkímia kettő nem ugyanaz. Mert az nem ugyanaz, abszolút nem. Mert a runa mágia az egyszerűen csak az, hogy runaköröket használ fel, akármicsoda, tehát nagyobb erő megidézéséhez, vagy más dolgok megidézéséhez, tök mindegy, tehát ott a runakörön van a hangsúly. Az alkímiának pedig az a lényege, hogy valamiket fölhasználva mást teremt azokból, amiket feláldozott. Amúgy ez az, mi legjobban illik zekorára amúgy a potionök. Tehát, hogy a főzet, különböző főzeteket csinál, és azt használja föl, és ezzel kap. Tehát ez megint a kis leírásomat van írva, hogy az alkímiáról az van írva, hogy jó, mondom, alkímia? Igen. Mert még amúgy ezt sem nagyon tudom, hogy ez a következő főzeteket használnak föl arra, hogy mit tudom én, aranyatba hát az volt a bölcsek köve, gyógyítsanak vele, vagy így bármi más. Tehát ugye ez akkor is pont ezt csinálja, hogy
Oh, poison joke, hát figyeld, főzőcske, früdjél meg benne aztán. Azt ugye tudod, hogy legit léteztek alkimisták? Tudom, megpróbáltak aranyat csinálni, de nem sikerült nekik. De miből is mi volt a cél? Ólomból akartak aranyat, nem? Bármiből csak aranyat csináljanak, de még most is nehéz. Most már nagyjából tudjuk, hogy hogyan csak kéne neki esni, de most már nem aranyat kéne csinálni. Olajat. Hanem ivóvizet. Olajat kéne előállítani. Vagy valamilyen hülyeséget. Ja. Aztán van még a következő, többek közt. A... Harcsa. Hú, ez magyarul, ez a necromancy, ez magyarul. Fú, necromancia. Jó, szerintem rendben. Ennek nem is tudom, hogy létezik-e magyar megfelelője. Mondjuk én lennék az utolsó ember, aki ezt tudná. De ez a necro, ugye ez a halálos dolog, a necro. Igen, tehát az a hulla, vagy hát igen, például ezek a hullák, tehát ez a meganimálásával, és ez nem azt jelenti, hogy számítógépen, hanem az, hogy életre kelted őket. Én úgy tudom, hogy nekromancia a magyar megfelelője. Hát akkor biztosan nekromancia, nincs köztünk pro diablós, aki ezt tudná. Ugye ez a holttestek mozgatása, ott is különböző, hát általában, tehát ez a valaha élő dolgok megidézésével. Hát holtak feltámasztása, holttestek irányítása. Igen, és ez a lelkek manipulálása, ha jól tudom még. Igen. És ezen felül még ezek az ilyen alvilági dolgok megidézése. Akkor én ezt eddig totálisan kevertem a sátárizmusról, akik bemennek random elhagyatott házakba, és felírják, hogy 666? Igen. Meg pentagrammákat rajzolnak, meg feje lefelé kereszteket, meg minden ilyen marhaságot. De szerintem az két különböző dolog, ami... Azért mondom, hogy én szerintem ezt tökéletesen kevertem. Teljesen különböző dolog. Azért mondom, hogy ezt eddig, én egészen addig, amíg ezt el nem mondtad, én ezt valahogy társítottam a nekromanciával, de most már nem. A nekromanciának full nagy, tehát full az a haszna, hogy fú, akkor tudsz magadnak ilyen undead... Hát szépen magyarul mondtam. Élő volt rabszolgákat, meg hadsereget felállítani, vagy esetleg, hogy van egy izéd, akit szerettél régebb, azt megpróbált föltámasztani, és a többi. Viszont a sátánizmusnak meg az a hatalmas nagy előnye, hogy meg tudsz idézni démonokat. Ugye már a démonok tudnak lebegni. Na éppen, hogyha festesz otthon és a plafonig nem érsz fel, megidézel egy démont, ő fellebegtette, felállsz és kifested a plafont. Wow! Makály hetkedem! No wonder kidolgozik itt építőiparba közülünk. No wonder itt a sátánista. Elkezdem a Makály és társa építőipari BT, démonfestés, démonnal festés vállalunk, legújabb technológia. Főleg, hogy nem vagyok festő. Különleges akció, hogy piros szobát kér, akkor igazi igazi démonvérből! Igazi kecskevérrel festjük ki. Nem pont kecske, az olyan snosz. Esélek egy tehénnek, az már nehezebb. Nem, kecske... Hambos szüzek friss vérével festve. Fekete szabát legit izé kénnel, és démonokkal festetjük. Mind a jelszavak, Marci, ez hogyan van? Hogy kell bele ilyen karakter, olyan karakter? Ja, igen, kell bele egy kisbetű, egy nagybetű, egy szám, egy speciális karakter, egy tiltott banda jelkép, önkényuralmi jelkép, izé... sátánista jelképek, meg még szűzlányvére. És akkor biztonságban van a fiókod. Elég. Szűzlányvérrel. Protected by szűzlányvér. És így ki van a... Az önbiztonságát a szűzlányvér biztosította. Olyan még van? Olyat lehet találni? Miért? Hogy szűzlány. Na persze, 8 év alatt. Ja, jó, oké, rendben. Hát, attól függ, eléri a kilincset vagy sem. Kilincs! Na. Oh no. Na, most kit lehet verni? Amivel egy idős vagy, na. De már megint engem a távolsággal akár baszogatóval. Még nem is vagy nagy távolságban. Hát nem. Na igen, következő. Magic version. Ja, Magic. Chi mágia például az még nem volt. Tényleg. Én annyira nem értek a távol-keleti kultúrákhoz, hogy ez valami hihetetlen. Hát ebben annyi van beleírva hát nekem, az hogy ez az a mágia, amit... Ami belül nyugsz, ez a belül rejlő, ki nem használatlan energiát. Hát földpólyok például használhatnak. Nem a ninják szoktak használni történetekbe chi magic-et? De azt hiszem például abba szokott hát lenni. Hát a Naruto, nem? Hát ezek a chi-s dolgok, ez a... Ez csakra volt. De a csakra is... A csakrák azok izék, ezek különböző pontok a testemben ilyen chi csomópontok, ilyen szívcsakra, meg ilyenek. Tudom, Budapest, mint csomópont. Ja, igen, Budapest. Budapest az egy csakra. És
azokat vannak ilyen különböző technikák, hogy felszabadítsad, mit tudom én, meg, mert azok így elzáródnak, meg ilyenek, és akkor nem áramlik a testedben a csí, nincsen lelki nyugalom, mert mit tudom én, így tud ilyen dolgok, de ezek már tényleg ez a távol-keleti kultúrában olyan dolgok. Igazából akkor, ha belegondolsz, önmagát, mint az alkímiát is lehet úgy felfogni, hogy a Földnek a csakráját használod fel hozzá. Egyik helyen erősebb, vagy másik helyen gyengébb. De itt a saját belső energiát, tehát itt nem... Tudom, csak így próbáltam átkötni. Ez a csímágia legjobban a földpónik által tűnik használhatóvá, mert ők azok, akik... Hát a show szerint azt tudják, hogy hát bivaj erősek. Igen. Földhajlítók. Nem. Most komolyan, most elképzeltem egy pont, hogy a patája így rávág a földre, kiugrik egy ilyen nagy kő, és így azt hozzávágja a többihez. Mint az igazi földi. Mint a Fighting is Magic-be. Robban azt hiszem, ezt pont megcsinálták. Na jó van. De egyébként visszatérve Csíre, ha jól emlékszem és emlékezetem nem csal, jól elmondtam kétszer, hogy más után ugyanazt. Tehát, hogy meditálás során ugye ezt a csíjüket összpontosították valahova, hogy erősebbek legyenek, szóval. Nem tudom, hogy ez mennyire placebo effektus itt a való világban, mint működő dolog. Tehát, hogy itt eltompítják az érzéküket, és akkor nem fáj annyira, mint hogy valóban erősebbek lesznek, vagy mit tudom én. Mindenesetre egy könyvben olvastam, ami ezt nagyon okosan volt használva, de az abszolút fantasy volt, mert ott tényleg varázslat volt meg, amit akarsz minden, hogy ott is cheat használtak, hogy cheated. Pontosan ninják, hogy tudod, magasabbra cheated. Ugorjanak, elnyomják a lépteiknek a zaját, és még azt hiszem, hogy ez a nem láthatatlanná tegyék magukat, csak hogy a fényt máshogy törjék meg. Tehát a sötétben, tehát ugye ez azt látod olyan, mintha kis füsttel lennének körbevonva, tehát a sötétben tényleg nehéz őket észrevenni, de például, hogyha a napfény bejött délbe, szinte semmit nem ér, csak azt látod, hogy kicsit el van mosódva, mintha nem lenne rajta szemüveg, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Ez még annyira nem is könnyebben beleolvad a sötétbe. Ez még annyira nem is font. Ez a témával az a baj, hogy a keleti kultúrákban ez egy ilyen sokkal elfogadottabb dolog, hogy mit tudom én ilyenek, hogy ott van a mester, aki tud levitálni, meg ilyenek, hogy ez... A misztikumok, az a gyűjtőnevük az ilyeneknek, meg nem magyarázhatatlan dolog. Vagy ezotéria. Igen, hogy ezek egy olyan köznépmérési, mit tudom én, mondjuk Indiában ez egy olyan dolog, hogy odamész valaki az utcán, azt mondod neki, hogy figyeld, az a mester tud levitálni, akkor nem néz hülyének, mert ez egy olyan dolog, hogy hát igen, ő tud. De például ezt mondtad, hogy ezek a ninják, amit olvastál, hogy ez a eltűnés. Például volt egy ilyen indiai mester, egy jógi, aki azt tudta, hogy nem lehetett róla fényképet csinálni. Mert egyszer mindig, amikor fénykép, egyetlen olyan izé van, azt hiszem egyetlen alkalommal fordult el, hogy nagyon gyorsan nem szerette, hogyha fényképezik, és egyszerűen nem volt ott a képen, ha lefényképezte. Volt ott a kép normálisan, mögöttem itt, ami volt valami, akkor az ott volt, de ő nem volt rajta. Úgy. Hát ez a energiáival úgy buherálta a fényt, hogy ő nem látszott a képen. Mint a Loch Nessi szörny. és ha jól tudom, egyetlen egy kép van róla. Ezt egy... Igen. Nem tudom, milyen könyvben benne van az a kép, hogy tényleg egyszer volt az, hogy nagyon mondták neki, hogy mester, most csak most az egyszer, most már legyen rajta a képen, ne tűnjön már egy képet, hogy csináljunk már magáról. Ez olyan, mint a vámpírok, tudod, azok se látszanak a fényképen. Jó Isten. És a paparazzi, aki lefényképezte, mennyi pénzt adhattak neki, hallod? Ő cheatelt. Cheatelt! Ez olyan, mint valami ízé, kínai telefonszolgáltató. Jó napot, cheatel! Ezek egyébként a izét. Ezek is ezt a spirituális szívet, ezt a szívcsakrát használják az ilyenekre. Ott is ez a csí van. Wow. Ez a tűz, szív, föld. Avatar. Egyesített erejétől fogva én vagyok a bolygó kapitány. Vetomi. Szokká. Mint olyan, mint az agypontról. Csak ott izé. Az elmédnek a... Vagy a tudatodnak a dolga. Uh-huh. Ez a szívcsakra, meg ezek a sokkal ilyen mélyebb dolgok. Meg sokkal uh-huh. nagyobb. Aha. De egyébként, hogyha még a varázslatokról van szó, most a hajlításra jutott eszembe, mert ugye van az egész, az avatáros mindenség, és hogy ott hajlítanak dolgokat. Egyszer láttam neten, hogy voltak
Venn diagramok erről, és ugye a metszeteikben ugye különböző dolgok volt, például ugye a tűz meg a földhajlító metszetében volt a lávahajlítás, és akkor halom mindenség volt ebből, és a kedvencem az az volt, amelyik a víz és a, meg nem mondom minek a metszetébe, de a vérhajlítás. Pont ezt akartam én is mondani, hogy a nagyon jó vízidomárok tudott vért is idomítani. És aztán hogy hívták? Katara. Így szabadult ki, és emlékszem nagyon... Nem Katara szabadult, így ki volt egy öreg... Öreg asszony, aki megtanított, aki... De ő mondta, hogy az, aki így szabadult ki, patkányokon gyakorolt. Igen, de azt tudom, hogy valamilyen indokból a rész végén Katarának muszáj volt használnia, de nagyon nem akarta, tehát hogy ő ezt valamiért nagyon-nagyon visszautasította, ha nem emlékszem, mert ez, hogy egy embert rávenni olyasmire, amire ő nem akar, tehát hogy ez nem, neki ez valahogy nem vette be a gyomra, és ezért azt hiszem, hogy a rész végén ő neki fel kellett használni, és ez neki hatalmas lelki fájdalom volt, hogy hát, ezt kellett tennie, és igen, és sírt a rész végén. Igen, meg volt ott is, amikor Zukóval mentek valami ízére, valakiből kiszedni valamit, ott is használ, újra meg kell nézni. Újra, ott is használta az embernek az életelítésére, mert nagyon tiszta, ott már azt hiszem az anyját, nem tudom, valakit keresett, uh-huh. És ott is ugye az volt, hogy használta ezt a véridomítást, és amikor Zuko nagyon meg volt döbben, hogy itt hogy csinálod, ott is azt hiszem elmozsolt egy könycseppet közben, már nem vagyok benne biztos, de ott is nagyon látszott a tekintetén, hogy igen, kényszerből, tehát, hogy ez neki nem szereti használni. Nem, igen. De van, amikor úgy hozza a helyzet, már nem tudom. Meg kell nézni újra ezt a sorozatot, mert régen láttam. De nekem azt vázoljátok föl, hogy az Avatar sorozatban ez a vérhajlítás, ez konkrétan mit jelent? Tehát mi történik azzal, akinek a vérét hajlítják? Hát a test, tehát hogy azt feltételezve, hogy a testedet valamilyen szinten, tehát nagyon mikro részen irányításához, a vérre van szükség. Mm-hmm. Ugye a vízidomár, az a vizet tudja tanítani, és a vérnek egy része víz, és ők ezt kihasználva tudják az emberben folyó vért manipulálni, és ezzel az embert rávenni dolgokra. Ez már nagyon advanced technológia. Ez konkrétan azt, hogy a vér az tényleg mindenhol van, mert minden egyes sejtethez külön, minden egyes sejtetek külön vannak kapcsolatban hajszárlek, szóval a testednek a teljes térfogatá. Be van hálózva a folyadékkal, és ezzel ennek kapcsán tudod... És mint egy marionettbábút igazából úgy irányították az embereket. Igen, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon advanced technology, tehát az egész sorozatban két ember volt, aki erre képes volt. Az igen. És az egyik a másiktól tanulta. Igen. Aztán még viszont, ha jól tudom, akkor a korás sorozatban is, bár azt nem néztem azt nem végig, néztem. Ámon is vérhajlító. Igen, van egy benne. Szerintem ez a vérhajlító dolog. Az új. Nekem van egy ilyen izém, hetkenőszerűségem, hogy ez a vérhajlítás, ez egy ilyen... hogy hívják ezt, amikor ez a, az a neve a dolognak, de ez tulajdonképpen nem az, hanem csak így nagyjából az, és így... Gyűjtőfogalom? Nem, hanem ez csak így arról nevezték el, mert mondjuk a Katarának az idejében... Tudom, mire gondolsz, de nem jut eszembe. Mondjuk a Katarának az idejében azt hitték, hogy tényleg csak, hogy vér. De szerintem, aki ezt a vérhajlítást csinálja... Az, a szokásnév az asszociáció véget. Uh-huh, az tulajdonképpen nem a véredet baszkurálja, hanem konkrétan a testedet, mert minden sejtetben, a sejtplazmádban mindenhol ott van a... mindenhol folyadék van, szóval... Persze, szóval az ember testének 70%-a folyadék. Igen, szóval víz, szerintem... Hát és víz idomár, úgyhogy... 70%-ba tudja irányítani az ember. Várjál, nem a bolygó felszín 70%-a víz? Neked 70%-a víz. Csak mert akkor... Nem, úgy tudom, az embernek 90%-a. Lehet, nem tudom, de sok, ez a lényeg, hogy sok. Egyébként azért voltam nagyon kíváncsi, hogy működik az Avatarban a vérhajlítás, mert nekem volt réges-réges-régről egy hetkenőnöm, hogy milyen menő lenne vért hajlítani, de a sajátodat, mindjárt kitérek rá, hogy. Egészen addig gondolkodtam erről, hogy ez hogy lehetne kivitelezni, amíg meg nem találtam egy animét, ami a Dead Man Wonderland névre hallgott. És ott nem megyek bele konkrétan, hogy mi is volt a lényeg, de ott az volt, hogy az emberek a saját vérüket hajlították, ha mondhatom ezt így, de használták fegyverként. Ilyet az izébe láttam.
Full Metal Alchemist-be. Ott is volt egy vízalkimista volt? Tudod, már a legelső részben vízalkimistának vagy volt a fedő neve, vagy mi a fene. És ő is azt csinálta, hogy tudod, az utolsó menekülésképpen, amikor Bradley Führerre került szembe, és már hát, föl volt vágva szerencsétlen sávba, mindenhol folyt belőle a vér, és sehol közelben nem volt víz, amit föl tudott volna használni, és akkor a saját véréből csinált fegyvert, egy lándzsát, amivel hát egy ilyen szurkapiszkát, amivel neki ment a izének, Bradleynek. Amúgy közben gyorsan utána néztem Wikipédián, az emberi test tömegének több mint fele víz, felnőtt férfiaknál 60%, nőknél a nagyobb testzsír százalék miatt 50%, csecsemőknél 70%, ennek 34% a sejten kívüli, 66% a sejten belüli víz. Wow. Na, akkor jó, ezek akkor a százalékos értékek. Na. Mert hogy a Deadman Wonderland-ben visszatérve, ugye az egyik kedvencem az volt, hogy Csáva azt tudta, hogy ugye meg kellett vágnia, tehát valahol meg kellett magát sétenie, hogy ki tudjon a szabadba menni a vér. Ő például általában a tenyerét bökte meg valami késsel, ami volt, vagy elharapt az ujját, tök mindegy. De hogy a tenyerénél egy kisebb golyóformájú vércseppet képződött, ami általában ott volt, és azt lőtte ki. Tehát szabályosan a vérével lőtt, mint valami lőfegyverrel. Ugyanakkor volt az, aki ugye fölhasított az alkarját, és az ott kijövő vért egy ilyen oldal pengeként megszilárdította teljesen, és azzal a köveket volt képes átvágni. Véralvadás. És így valaki pajzsot csinált belőle, és az ebbe a legmenőbb, hogy ugye az csak így fogja a simán, visszaszívja, és ugye amíg nem gyógyul be a seb, addig csak egyszerűen koncentrál arra, hogy ne folyjon ki a vére. És így még vért se veszíte közben. Wow. Na hát ez is egy advanced technology. Fú, erről izé jutott eszembe. Borosz. Borosz, tudod. One Punch Man. Hát tudom, mert ő meg azt tudta, hogy a mentális energiáit tudta átalakítani egy fizikai energiába, például így vesztette vissza a kezét. Igen. Ezt szájtam el leszakította. Mm. Na, a varázslathoz meg még annyi hozzáfűzni valóm lenne, még így az legelejére visszautalva, hogy ugye mondtátok, hogy mindegyik póninak van valamilyen saját eredendő varázslata, ugye a elvileg a pegazusok varázslattal tudnak szállni, ugye volt róla példa, hogy amikor kikapcsolták a magicüket, elszívta, azért mondom, hogy kikapcsolta, mert a fanfic, amit olvastam, az a Counter-Strike Global Offensive Equestria, vagy valami ilyesmi volt Equestria a címe. Global Offensive? Equestria Global Offensive, na, az volt a címe. Counter-Strike. Már átküldtem Bencének, csak ő nem olvas fiket. Az Equestria Global Offensive-ben volt az, hogy ahol történt a játék, tehát ugye fájtoltak a cég meg a TT-ték, ott egy ilyen energy nullification fieldet húztak föl így maguk köré, tehát hogy vagy egy energy magic nullification fieldet, tehát hogy ott a közelben nem lehetett, nem volt egyáltalán póni magic, és az volt a poén, hogy igazából csak a pegazusokra, meg az unicornisokra hatott ott a fiken belül, és ott pedig az volt, le is írták, hogy Dörp megpróbált repülni, de így nem ment neki, mert így úgy érezte, hogy mintha most próbálna először a szárnyai, vagy valamit kalamulni, és csak így össze-vissza hadonászott velük. Az előtt ment Dörpinek a repülés? Igen. Bocsánat. Csak mindig kerülővel ment mindenhova. Metróval meg ilyenekkel. Dörpi felszáll a metróra. Mindig lakájtúrával megy mindenhova. Igen. Szegény izé fölszaladt Canterlottig Ponyville-ből. De egyébként ezek kikapcsolják a magicet, mert amikor, tehát legutoljára láttam Kánonban, Tirek, amikor kikapcsolta a magicet, akkor senki nem ment sehova, nem csak a... Hát igen, mert akkor annyira elgyengültek, de itt egyszerűen csak annyi, hogy a magicüket nem tudták használni. Mondjuk ez így szerintem kicsit logikus is, mert ugye ezt bebizonyították fizikailag, hogy olyan kis szárnyal ilyen lovacskát nem tudnak repülni. Hát, igen. Tehát ez a valószínűleg van ez a nyilván, mert hát, ha megnézzünk egy animációt, Rain Mode-es szárnya nagyon lassan, tehát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy annyira lassan, de lassan csapkod vele. De amikor egy helybe áll, azért mégse úgy pergeti a szárnyait, mint egy kolibri. Hát, vagy lehet, igen. Hogy olyan gyorsan csapkod, hogy lassúnak látod, tudod. És hallod is? De milyen lenne, hogy ez a itt lebeg melletted, és így... Igen, tehát ez a nagyjából ilyen, ez a... Valami
hasonló ritmussal csapkod a szárnyával, ami egyszerűen képtelenség, hogy azzal annyi levegőt tudjon leszorítani, hogy azzal felemelje magát, tehát akkor ott biztos, hogy varázslat megsegítés van benne. Hát az egyszarvúaknak egyértelmű, igen, hogy miért kell nekik a magic. Hát aztán voltak abból is teóriák, hogy lehet, hogy tudod, üreges csontjaik vannak, hogy ilyen egy szál belük van, hogy minél könnyebbek legyenek, nem tudom. Hát ez már megint más, és ugye ezt akartam hozzáfűzni csak ahhoz, hogy ugye mondtam, hogy mindenkinek van egy eredendő mágiája, és van akinek... Ezt tudjuk, tehát a legtöbb fejkánonban ez van, például Knight-nál is pontosan ez van, ha valaki olvasott Knight-ot. Beleolvastam az éjszakába a számít. Rendben. Megdobálhatom? Ja, várjál, de... megoldom neked. Köszönöm. De már, ezt ne vezessük be, jó? De. Ezt azért kaptuk, csak valaki elkörte. Igen, aki olvasott Knight-ot. Szóval, aki olvasott Knight-ot, az találkozhatott már ezzel a fejkánonnal, hogy így. Igen. Mert ugye neki volt a personal vezető testes. Igen. Konkrétan olyan dagat volt az az ócia, hogy énekelhette volna, hogy Somewhere Over the Rainbow. Szerintem jelesd be a zenét, elegem van. Bocsánat. Na, akkor most hallgassunk egy kis zenét. Podcast Rádió. A mai musicunk pedig Spiky Vikitól és Haiti-től a Grotesk. Hallgassátok szeretettel és két füllel, barátaim. Ezután szeretnénk minden egyes podcastbe egy idézve random wiki dolgot, vagy a Equestria MLP, hogy hívják, milyen ez a Wikipedia oldal? Fölmegyünk az MLP wikiára, rányomunk a random page gombra, és amit kihoz, arról beszélgetünk egy kicsit. Ebben az esetben egyébként egy nagyon elvont, vagy nem is az, hogy elvont, hanem egy nagyon ilyen kis mellékkaraktert dobott ki nekünk, aki a Mulia Mild névre hallgat, nem tudom, emlékeztek-e rá. Ő volt az összvér kisasszony, aki abban az epizódban, amikor ugye Pinky nyomozott a kaják után, hogy ki evett bele egymás kajáiba a mester szakács versenyen, ő volt az, aki a csokoládé muszt, vagy csokoládé jávorszarvast, vagy rénszarvast csinálta. És így, igen? Nem ő az, aki... Az Matilda. Ez Matilda. Igen. Egyébként nekem is ez volt az első gondolatom, hogy hát tényleg, hát ő meg a Krankinek a felesége, de nem. Ugyanakkor meglepő módon nagyon hasonlítanak egymásra. Nagyon hasonlítanak, tehát ez a... Csak a jóformán, csak a színeik. Csak a színeik különböznek. Wow, érdekes. Tehát mert a Muliának ez a... Felébi. Ez a fekete sörénnyel és szeplős. A Matildának meg ez a ilyen barnásabb sörény és nem szeplős. Körülbelül ennyi a különbség. Viszont a Matilda az azt hiszem szamár. És egyébként ez egy poén, mert ugye olvastam lent az előbb a kommenteket itt a wiki alatt, és ez a... Tehát, hogy
A Mulia nevében is benne van egyébként, hogy ő Mule, azaz összvér. Tehát ő egy összvér. És Matilda pedig ugye, mivel Cranky is, egy szamár. És van egy nagyon érdekes dolog, az hogy... összvér az szamár meg ló. Igen. Igennek mix a... Igen. Szamárló koktél. És ez a kommentelők, akik fogalmam sincs, hogy értenek-e hozzá vagy sem, mindenek, mindegy is, de azért megosztom velük, hogy azt írták, hogy ugye egy összvér, mivel ugye ló is van benne, hogy egy összvér ugye ez a szamár termetével rendelkezik, viszont ló farka van. Tehát az a szőrös. És hogyha megnézi valaki Mulianak a képét, neki szamár farka van. Uh-huh, igen. És... lehet, hogy ez csak a neve. De nem, mert állítólag a show-n belül ő kijelenti, hogy ő összvér. Nem emlékszem rá, de mintha. Ez én is emlékszem rá, de csak így valami rémlik. Lehet, hogy a neve miatt rémlik, de hogy felül ez megjelent, és ez a érdekes, mert hogyha meg megnézzük Matildát, aki bizonyítottan szamár, neki tényleg szamár farka van. Tehát ez a körülbelül ennyi érdekeset tudtam vele kapcsolatban kiszűrni. De egyébként most ugye a képeket nézve, igen? Ez a Mulia, hát gyertek át ide nézegetni a képeket, csak nem csak nerúg fel. Nem akarom. Ja, ez pont a Matilda, de itt a Mulia. Mulia Mild, igen. Most így a képeket nézve, igen? Hát így az ugratba, hogy ez a Mulia, most a Matildához képest, aki mondtad, hogy ő, igen, ő szamár, sokkal ez alacsonyabb. A... nem is az, hogy alacsonyabb, hanem az így, hanem ez a... ez a... tudod, ez a tipik, olyan testfelépítésre ez a... Zömökebb, meg hogyan mondjam ezt, tudod, ez a... mint a kicsit ilyen izmosabb lenne idézőjelbe. Hát általában az összvéreknek pont is ez a lényeg, igen. Nem? Igen, mert az összvér az arra van, hogy nem, hát szaporodni az nem tud, szóval külön fajnak nem tekinthető, csak azért, hogy a lónak a, meg a szamárnak a tulajdonságait így összegyűrve ez a típus. Az összvér nem képes szaporodásra. Nem, terméketlen. De egyébként még ez is egy érdekes dolog, ha engem kérdeztek, mert hogy ugye ez egy szakács, egy művész, már mondhatjuk, hát csinált egy rénszarvas csokoládéból, az Isten áldja meg. Tehát ugye azért mondhatjuk rá, hogy művész, de amikor az összvére gondol, ugye mindenki erre az abszolút munkás, hiszen az összvért az pontosan azért tenyésztik, mert az nagyon erős. Hát idézőjelbe tenyésztik, mert csinálnak egyet, és az úgy már nem megy tovább. Tehát, hogy... de igen, ez a lényeg. És ez a sorozaton belül meg csináltak belőle egy művészt, egy szakácsot. Tehát így számomra ez ilyen filozófiai szinten nagyon furálhat. Aztán általában én vagyok az, lehet, hogy ennek valami üzenete van, hogy ne sztereotípiák, ugye. Ne hagyd, hogy a sorsod irányítson téged, hiszen te vagy saját magad sorsának kovácsa. Hogy van ez a mondás? Csinálj csoki szarvasokat. Köszönöm. Szép mondás. 2016. Mindenki saját sorsának kovácsa. Azaz. Bocsánat, mindenki saját sorsának kovácsa. Egyébként ez a mindenki dolog is egy visszatérő dolog, hogy így néha-néha rám jön, hogy így mén. Ja, menhetent is az előbb menhetent. Én ezt nem értem, hogy mén. Hát de mén. De tényleg ez a otthon beszélgetek abszolút nem MLP-s körben, de mit tudom, hogy családdal vagy valami, és így ez a mindenki, vagy mit tudom, és néha-néha ritkán van ez, de így rám jön. Még senki nem vette észre. Rám is rám szokott, és én nem csak a mindenkit, hanem mindegy is szoktam mondani néha. Ami egy saját találmány, mert máshol még nem találkoztam vele, szóval biztos én vagyok az első, aki ezt mondja. A mindegy, és ez a, hát nekem aztán mindegy. És így ezt szoktam mondani ismerőseimnek, sőt, leírva is szoktam alkalmazni. Nem mondom, hogy teljesen önkívületül, csak ez az, leírom, hogy nekem mindegy, ennek se fogja kijavítani, most már jó ez így üzenetbe, de még egyszer nem tették szóvá, hogy mén, de egy. Ez körülbelül olyan, mint a Ponify program, ami így ez a, érzékeli azt, hogy mit írsz le, és hogyha valami everyone, vagy valami, amint leütöd az utána lévő space-t, vagy pontot, átírja Ponyra. Van ilyen progi. Ha, ez érdekes. Ezt meg lehet csinálni így egy csomó mindenbe is. És így ez a, most képzeld el, hogy minden, amit ír, és ez a... Na ezt bírom, mi káromkodást írt mindig a izé helyére, amit írta. Van egy olyan is amúgy. És ez ilyen nagyon-nagyon elfuserált szövegek jöttek ki. Igen, azt még én is láttam, de ez a visszatérve erre, hogy voltam egyszer valami, nem tudom már mi volt a projektnek a lényege, de az volt, hogy ez az egyik csávó, aki egyébként programozó volt,
Szóval folyamatosan ez a mindent every ponyzott, meg stb. És ez az abszolút, ez az equestriai szlenget tolta angolul, hogyha lehet ezt így fogalmazni. És ez a, rákérdeztem, hogy te jó Isten, te ennyire megszállott vagy, vagy micsoda, és így ez a, ja, nem, van egy programom, mindent átír, amit leírok, és így mondom, de nem zavar ez így MLP körökön kívül. Ja, hát egy igazából Windows T, vagy mit tudom én, valamilyen billentyű kombinációhoz kikapcsolható, és így. Teljesen jó, hát ez működik főnök. Ez egy felhasználó alkalmazás. Legalább a Windows-zel együtt indul? Igen. Az a legmenőbb. Bármit tudsz a Windows-zel együtt indítani. De nem kell külön baszkodni. Pizzafutárt is lehet a Windows-zel együtt indítani? Igen. Na, ezt meg. Lehet. Ne! Mit innen a lokály baszogatót? A távolsági. Ne felejtsed ki. Megpróbált odébb húzódni, de még úgy is elérte. Na, de szerintem így az összvérekről eleget beszéltünk mára. Szerintem beszüntethetjük ezt az adást. És ha már úgy is összvérekről volt szó, Bence? Igen, ezt úgy bírtam egyébként azt, hogy összvérekről annyit beszéltünk már, és rám néz. Mindenki együtt. Mert te olyan munkás ember vagy. Ne, olyan munkás, igazi tenyer, ott alakáljuk. Jó munkás. Dolgozik, azt helyettem. Nem, de hanem ez a... Ha én beszélek, valakivel tartanom kell a szemkontaktust, erről Flanki tud sokat mondani, mert ugye vele volt az, amikor mi közös helyről tudtunk párszor már adást rendezni, és ez a valamit mondok, és így végig őt figyelem. Egyik adás végén, ha emlékszem, meg is egyezted, hogy ez a miért bámulok folyton téged? Valakihez muszáj beszélni. Képernyő nem néz vissza. Nem, van egy ilyen program. De komolyan, töltsd be a képernyődre egy emberi arcot, és így... Pont ezt akartam mondani, hogy nem néz vissza. Az X Window Managernek az egyik alap programja, amivel demozták, hogy mire képes az X Window Manager, ez a Linuxnak a ablakkezelő program, és nem akarok részletesen belemenni, úgyhogy lebutítom. Két darab szem volt, ami követte az egeredet. Hát az kurva nehéz lehetett megcsinálni. Hát demozták vele, hogy mit tud az X. A jó ég. X! Megvan benne az X! Tövig. Na, szerintem Bence most már igazán lekonfolhatol Venduhast. Jó. Nichtke volt. Akkor, ez volt mára. Ennyi volt mára. Ez volt a mára, ennyi volt a Pónikra Pofázas Podcast. Dehogy kezdem újra. Ez volt mára a Pónikra Pofázas Podcast. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Reméljük, nagyon örültök neki, hogy visszatértünk. Mi is nagyon szeretünk újra visszatérve lenni. Itt volt velem én, Bence, Retrotom. Érzem, ahogy pörög le rólam a rozsda. Marci, nem lakály. A viszont hallásra. És Marci. Auf Wiedersehen.